kiválósága és a Szentendrét dicsérő utánpótlás kiválósága. Úgyhogy egy nagyon szép közép pörgésből szerzett góllal egyenlít ki a mérkőzés állását. Nézzük akkor a védekezésünket. Újabb hatalmas győri ági védés. Babu megpróbál betörni két ember között, és ezúttal kiszedte a pókhálót a jobb felső sarokból. Jól látható a Szenten a védekezéséből, hogy a jobb szélső játékosnak kínálják fel a lövésre lehet, és úgymond szaknyelven őt adják föl, és őt akarják mindig a csapat leggyengébb játékosát meglövetni. Eddig ez a fegyver be is vált, hiszen azért többet hibázott, mint eredményesen lőtte volna az ütszereit, úgyhogy kíváncsian várom a folytatást, hogy milyen fegyvert választanak még. Gyönyörű bejátszás, kicsit hosszú volt. Fehér Mária szerzett gólt. Közben Rovnyai Mariannal pacsisztak. Tehát most védekezésben akkor a Sántadóra nyom Rovnyai Marian és Fehér Mária hármast láthatjuk. Ezúttal nem volt hatásos ez a védekezés. Igen, ez gyakorlatilag ugye akkor tud ez jól működni, hogyha kellő sánc tevékenység párosul ehhez. Tehát ez most sajnos elmaradt a Dóri részéről. Fehér kint a jobb szélen, gyönyörű forgás és egy szép ejtéses lövés, talán meg is volt neki az íve a hosszú fele, de volt benne erő is, 12-12. Eddig a mérkőzésen a legtöbb lövést a két jobb szélső eresztette kapura, úgyhogy mindenképpen a két játékos közt a különbség döntő lehet a mérkőzésen, ami addig egy fejfél mellett halad a két csapat. Betett labda középre, és egy szép találat a horvátok részéről. Ez egy szép játék volt egyébként. Krupina volt a szerző. Szerzője már, mint természetesen a találatnak. Krec, kitett labda, Gróz. Tóth egyből tovább tette. Ez egy nagyszerű védekezés volt a 8-es számú horváti játékostól. Olvasta a játékot és nagyszerűen elővételezte a támadó mozgását. Egy kitűnő helyezkedéssel belemenést harcolt ki. Babunk ki a szélre, Tomaskovics vissza Babunnak. Hát a bal oldalra. És körbeadogatják a védekezésünket, Tomaskovics pedig húz egy váratlan, de Győri Ági hatalmasat véd. Hát Győri Áginek nem egyszerű gólt lenni, rengeteget véd zicserben, rengeteg 100%-os helyzetet meg fog hárítani. Igen, igazi bravúr kapus, akire tényleg különös technika jellemző, remekül támadja le a pörgő játékosokat kirohanásaival, kiszaladásaival, és felkínál neki az ejtés lehetőséget, amit nagyon sokszor le tud sapkázni, és azért látok azt is, hogy vonalról is kiválóan véd. Úgyhogy tényleg egy nagyon jó kapusról van közben szó. Közben Fehér Mária maradt lent a földön. Valószínűleg ráesett a védekező játékos, de szerintem nem lesz olyan komoly. Egyébként ebben a sportágban tényleg azért nem jellemző annyira, mint a nagy testvérben a teremkézaladban a sérülés. Itt nagyon ritka az, hogy egy játékos megsérülne. Tehát ez a homok azért némileg azért furcsa ez, de rehabilitáló hatása az üzületekre, az izmokra nem károsítja annyira, mint a kemény beton és a kemény terem. Úgyhogy itt tényleg ez jellemző, itt kevesebb a sérülés. Újabb Győri Ági bravúr. Rengeteg játékos, illetve fiatal játékos lábán látom már a térdvédőket és hasonlókat. Ez már egy korábbi sérülés ilyen fiatalon, vagy pedig egész egyszerűen csak praktikus a használata? Hát ezt szerintem korábbi teremsérülésből adódóan. Mondom, itt a strandkéziben, amióta abban a sportágban benne vagyok, azóta meg tudom számolni egy kezemben hány komolyabb sérülést láttam. Tehát azért ez itt hál' Istennek a jellemző a sportágra, hogy kiemeli az üzleteket. És egy kicsit meglépett közben a zágrábi csapat, 16-12-re vezet a Detonó, amikor is már csak 2,5 perc van vissza az első fél időből. Jó lenne, hogyha a Szentendriek most próbálnának valami ritmusváltásra és visszahoznák magukat, de közben Fehér eladja a labdát. Most már nem az első ilyen, hogy labdát szereznek a Detonóiak a mi támadásunkból. Én azt gondolom, hogy Gróz János kollégám időt fog kérni a következő támadásnál és a labdaváltásnál. Igen, jellemző az, hogy minden támadást a jobb oldalra húznak ki, és nem tudják megjátszani a bal oldalon Gróz Kittit. Ez pedig tényleg egy 18-12, és Gróz János már is kéri az idejét, közte 6, kevesebb, mint 2 perc. Ez igen necces már ez a szett. Igen, most ahogy nézem, egy libero váltással fog megpróbálkozni János, és behozza a Kittit libero pozícióba, ami mindenféleképpen egy mobilisabb, mozgékonyabb játékot fog eredményezni majd, illetve távlövésekkel mindenféleképpen veszélyesebb lesz majd a Kitt, hiszen az MS-en nem tudott kintről eredményes lenni. Sokszor jobbra került ki, jobbra tolódott ki a súlypont, és onnan kellett befejeznie a Fehér Máriának, aki is most bele volt kényszerítve ezáltal a lövésekbe. Jobb szélről, jobb kézzel azért nem egyszerű ám azért gólt lőni, ilyen szinten sem. Kíváncsi várom, hogy
ebből a hátrányból hogy tud felállni a csapat. Tehát pillanatokon belül akkor folytatódik a találkozó az időkérés után. Nézzük, hogy mennyire változtatta át Grózi János a csapatát. A Horvátoktól pedig azt várom ebben a játék, hátrabi játék részben, hogy labdabiztos játékkal egyes gólokat is fognak majd szerezni, azt gondolom. Illetve hát egy-két kapusvédéssel már akár a szettet is abszolválhatják. Pályában tehát Tóth Emese, Grósz Kitti, Krecz Fruzsina, illetve Fehér Mária. Nézzük! Grósz Kitti tette volna ki a bal szélre, közbeért azonban egy zágrábi kéz. Nézzük, Grósz Kitti lövése is kijön a kapufáról, de Krecz még begyűjtheti. Szabad dobással tehát mi jöhetünk. Nézzük, Grósz Kitti ki a szélre, Tóth Emese megforog, és ott a lövés, 18-14, erre most nagyon nagy szükség volt. Szép felsőhajásos lövéssel szerezte az Emese ezt a fontos gólt. Egyébként jó kezdes jobb szélső esetében célszerű a kapunak a hosszú oldalát célozni, hiszen azért a kapusok azt inkább ugye a rövidebb oldalra helyezkednek. Általában ezen a szinten ez az eredményes, hogyha kapu hosszú oldalát célozza meg a játékos. Tomaskovics forgás után visszateszi, ott azonban nem volt csapattárs. Megszerezzük a labdát, Sánta Dóra szerezte meg, és itt pedig egy távoli lövés. Győri Ági is feliratkozik újra a góllövő listára, ez most már a Győri Áginek a negyedik pontja ezen a mérkőzésen, két duplát tudott szerezni. Rendkívül gólerős kapusról van szó, aki meccseken azért a gólszerzéstől sem zárkózik el, sőt ezzel a fontos fegyverrel ér is szinte minden mérkőzésen. Babun. Fontos támadás egy következik. Szép csel volt, aztán kitette Tomaskovicsnak is, Győri hatalmasat véd, meg kell szereznünk a labdát. Jól van, miénk a labda? Azt gondolom, hogy hamaras időt kell kérnie majd a horvát edző kollégának is. 18-16 egyenlítési lehetőség a Szentendre előtt. Kiegyenlíthet tehát a magyar csapat. Tóth kapja kint jobb oldalon. Fehér megforog, és egy gyönyörű bepattintós lövés az zágrábi kapus lábai között. És még egy kiállítás is. 18-18, tehát a mérkőzés állása, mármint az első félidőben fél perc van vissza. Most láthatjuk majd egyébként, bocsánat, szóval Misi, ugye egy zágrábi játékos kiállítása nyomán 3-3 ellen fog majd támadni a horvát csapat. Plusz nekünk lesz még egy kapusunk kapuban. Így van, tehát gyakorlatilag ugye így a érkezés 3-4, most fordul a kocka. Mindenféleképpen fontos lesz ez a támadás. Tehát most magyarul, ha nem kapunk gólt és dobunk akár egy pontost, akkor már meg lesz a meccs, hiszen 20 másodperc van vissza. Az a lényeg, hogy ebből most ne kapjunk gólt. Az mindenképpen azt fontos gondolom, lenne, mert utána olyan kevés idő lesz, nem biztos, hogy lesz időnk már támadni. Ki is használja az időt Igor Pozsek. Nagyon jól tette, hiszen 10 másodperc van vissza, tehát itt, ha gól lesz, akkor biztos, hogy megnyerik az zágrábiak ezt a szettet. Nem biztos, egyáltalán nem biztos, hiszen jól láttam a két sportás keze már lendült a magasban, azt jelenti, hogy passzív játékkal folytatódni a játék, ami azt jelenti, hogy egy-két passz után kapura kell lőnie a csapatnak a labdát, és azért ilyen szinten a lányok szintjén azért 7-8-9 méterről nehéz nem kapuba találni, főleg a Győri Áginak, úgyhogy azt gondolom, hogy én úgy tippelem legalábbis, hogy, és remélem, hogy azért kapulövés után az Ági kapula tartó lövésével megnyerjük ezt a szettet. Na most egy gyors kérdés hozzád, mivel kevés az idő. Mit célsz ilyenkor csinálni? Beállni és a vonal előtt a szokásos vonalvédekezést csinálni, vagy pedig kimenni, letámadni, megfogni, hagy menjen az idő, és mondjuk inkább egy aranygólt kivárni, és mondjuk folyamatosan tördelni. Mindenféleképpen szorosra kijönni rájuk, és... És belemenés, és milyen a labda? Nézzük, Rovnyai Marian! Fehér! És ott volt a sánc, ebből aranygól lesz. Aranygól lesz itt az első szedben is. Nem tudom, most a szentendrei lányok nem igazán értették, mint hogy mit szeretnének kihozni belőle. Nálunk volt a labda, és mindenki csak nézett. Igen, egy kicsit most kapkodás volt a lányoknál, pedig egy remek védekezés láthattunk a Tóth Emese részéről. Ugye azon elkapkodták ezt a... Meg is lehet, Győri Ági meg is dolgot szerzi. Milyen a támadási lehetőség, kedves nézőink! Itt ezt ilyenkor úgy kell elképzelni, hogy van ez a szett. Ha ez a szett döntetlen, nincs olyan, hogy döntetlen egy szett, tehát most el kell dönteni, aranygól van. Aki most először szerez bármennyi találatot, az megnyerte az első szettet. Így van, tehát egyes gól ilyenkor elegendő. Hát ez egy fantasztikus védekezés volt, el kell ismerni a horvát csapat részéről, belekényszerítették a
a horvát srácok, hogy láttatok a nézők is. Igen. Belejött a készlet ugye egy ilyen passzivitás Babul helyzetébe. Büntetődobással fog eldőlni a mérkőzés, egyetve az első szett. Győri Ági nem tud hozni bravúrt, akkor az első szett nem a miénk sajnos. Szerintem Ági ezt ki fogja védeni. Legyen igazad. Megfogja. Legyen igazad. Nézzük, ki lövi vajon az ágrábiaknál, minden igaz, akkor Ivana Krupina lövi. Így is van. Másik a megremeg a keze. Reméljük, megremeg, reméljük, hogy jön egy olyan északnyugati szélfúvalat, vagy egy déli szél, mindegy milyen, de nézzük! Belövi. Eldőlt át az első szett. 20-18-ra megnyerték az ágrábiak. Ami azt jelenti, hogy ha szétlövés szeretné, amiről beszéltünk a mérkőzés elején, akkor a másik félet muszáj, hogy megnyeri a szentendrei csapat. Igen, azért mindenképpen abban javulniuk kell, hogy meg kell próbálniuk a bal oldalra, tehát az erős oldalra áthozni a támadásaikat, és lehetőség szerint beállóból, illetve bal szélről befejezni a támadásokat. Persze a jobb oldalról is célszerű és eredményes játékot lehet produkálni. Hát mindenképpen ez egy kulcs része lehet ennek a játéknak, hogy a zágrábiak balkezes jobb szélsője továbbra is így tud eljátszani ilyen szinten, illetve hát a kapusok azt a különbség mindenképpen sorsdöntő lehet a második szetben. Reméljük, hogy a szétlövés, amit tippáltam a meccs elején, össze fog jönni, és abban a szentendrei csapat, a magyar csapat megnyeri ezt a döntőt. Mi lehet itt az előbb a probléma? Én benne még mindig az jár az eszembe, hogy itt az előbb, amikor itt labdát szereztünk pár másodperccel ugye a vége előtt, és egyszerűen megvolt a labda, és egymással kiabáltak a játékosok, mondták, hogy ugye Fehér Mária volt itt lenne, azt mondja, figyelj, és úgy szóltak be, hogy elég ám az egy pontos, és tehát mint a lányok ne lettek volna az a tisztában, hogy 18-18 van vissza 3 másodperc, itt elég egy fél pontos is idézőesen, bár olyan nincs, tehát és akkor itt keresték egymást a pályán, keresték a helyet, pedig elsőre meg lett volna neki a folyosó itt a bal oldalon. Egyébként bármilyen is egyszerűen tűnik a laikus szemével, nem olyan könnyű ám azért ilyen szituációban egyes gólt lőni. Tehát amikor a játékosban, tehát nincs egy szélsőben maga mozgásában benne az, hogy a rendes egyes gólt lőjön, egész meccsen ugye a forgásra a kínai figurára van rá, gyakorlatilag ráállva, csúnya szóval élve, nem könnyű ám azért elhinni azt, hogy könnyű gólt lőni. Úgyhogy azért ez egy nagy terhet tesz a támadók és a védők lállára is. Hát, közben megkezdődött tehát a második szett is, sőt már megvolt az első kapura lövés is, ami igazából nem is számított, hiszen már előtte belefújtak a játékvezetők, hiszen szabálytalanok voltak. Nem a közállt össze a két védekező játékos. Krec, Tóth forog, egy lövés, és jöhet a második félidőben az első büntető. Láthatjuk azt, hogy ugye bár nem volt egy nagy ütközés, de gyakorlatilag a középvédekező 8-as számú játékos belül helyezkedett a 6-oson belül, ezáltal megzavarta a lövőjátékost, ezért jogos büntetődobás következik. Nézzük Tóth Emese büntetőjét. Tóth, 2-0-ra vezetünk. Egyelőre az első fél idő úgy kezdődik, mint az előző, mint az első szett volt, ott is mi vezettünk 2-0-ra, reméljük, hogy a vége nem úgy lesz. Majd, igen. Babun. Kellava tette vissza Babunnak, aztán ki a széle Tomaskovics, Győri, és a kapufáról kijön ez a milyen kell, hogy legyen. Győrinek kéne gyorsan összeszednie magát. Igen, az előbb mondtam is, hogy a mérkőzés elején Győri Ágának ez remek fegyvere. Tehát azáltal, hogy a lövőjátékos a forgás után, hogy amikor azt látja kapus a vonalon, illetve a kapuban áll, ugye megforgja a 360 fokos fordulatot, és egyszerűen ott terem előtte egy kapus, aki kiugrik rá, gyakorlatilag fél méterre tőle, egyszer megijed, és nem tudja pontosan már belőni a helyzeteit. Sántadóra forgását láthattuk, és a lövése ezúttal hatástalan volt. Ő is fiatal generáció tagja. Viszonylag még rutintalan játékos, kíváncsi vagyok, hogy ebben a játék részben Barcelona milyen eredményes játékot tud majd produkálni. Babun ki a szélre, Győri hatalmas védés, de ott maradt Krupinánál a labda, és Győri újabb bravúr! És miénk a labda, jól van? Nem a miénk a labda, szabálytalanság volt, szabad dobás lesz a horvát csapatnak. Némileg most ez egy kis félrejtés történt. A zágrábiak kapták meg a támadás jogát és az a kiegyenlítés lehetőségét. Babun, nézzük, élnek-e vajon a lehetőséggel. Most szépen vette észre a rövid alsó sarkot. Igen, most rájött a játékos, hogy igazából az Ágira mi a fegyver. Felsőhajlásos lövéssel visszahúzta a rövid oldalra a labdát, és a törzse mellett el tudta helyezni azt. Tóth második két pontosa itt a második szedben, ezzel 4-2 a Szentendre csapatának.
Igen, ha minden támadásunkból gólt lövünk, akkor most már baj nem lehet. Nagy baj nincsen, igen. Hát azért ez nehéz kivitelezni. Hát igen, ahogy mondtam is, ugye azért a fontos ilyen minden támadás fontossá válik. Ez egy szép gól volt, meg kell ismerni. Egyenlített a jobb szélről, 4-4. A sánc most elkésett a Dóri részéről, nem jött a Győri Ágnak segítség. Kressz teszi ki a bal szélre, Sánta, és Sánta Dórának a második 100%-os zicsere, ami kimarad. Azt gondolom, most nem bántva a Dórit ezzel, de azon, hogy a Janónak előbb-utóbb majd talán váltania kell, és egy olyan játékosra behozni a bal szélre, aki így van, meg is van. Ahogy hallom, a János részéről már is váltani fog, és egy némileg jobban forgó technikás játékos érkezik majd bal szélre. Átveszik a vezetést, tehát a zágrábiak vezet a Detonó 6-4-re. A második félidőben először a zágrábiaknál az erőny. Tóth megy ki a bal szélre. Grósz Kitti bejön liberóba. Fönn van a pályán Krecz is, illetve Fehér is. Közben Grósz Kitti kezéből esik ki a labda, de szerintem a szerencsénk volt, hiszen szabálytalankodott vele szemben Krüpina. Szerencse kell ez a játékhoz, kétségtelen, tehát... Igen, azt mondták, hogy az életet is szerencse kell, tehát hát akkor itt, a játékhoz vérnek ér a sportban. Fehér. Passzívá vált a játékunk, most a Kittinek el kell ülnie. Nem sok időt hagynak azért a támadásra, amit nem mondjak. A játékvezetők. Igen, picit most úgy érzem, hogy kezd meg remegni a szentendrei lányok önbizalma és a keze. Hát remélem, hogy azért ez rövid életű lesz, és magabiztosabban fogják vállalni a helyzeteiket, ahogy itt látjuk a horvát lánynál is. Jó helyen volt ezúttal a kapufa, és jól is jött ki Győri az Ági, most már nem volt annyi Ági, hely, és igen, azért ő is egy rendkívül okos, illetve hát igen, okos és egyben rutinos játékos, azért tudta, hogy előbb a horvát balsz, és visszahúzta, egyből meg is támadta a kezét, és meghelyezkedéssel belekényszerítette egy túlhelyezett lövésbe. Nézzük Kretz, 6-6, megvan az egyenlítés, szép forgás volt. Rengeteg fiatal játékos van a Szentendrében, itt a felnőtt mezőnyben is, tehát eléggé bátran bevetik a fiatalkorú játékosokat. Igen, azt tudni kell, hogy a Janó kiváló utánpótlás munkának köszönhetően a Szentendre már évek óta megnyeri Magyarországon az ifjúsági serdülő korosztály, magyar korosztály mérkőzés bajnokságát. Ez mindenképpen azért ennek a gyümölcse, hogy ebben a felnőtt csapatban egy rangos tornán, magas pontszámú EBT tornán, Nagyatádon sok fiatal játékos szerepel a döntőben. Aki teremben jól kézilabdázik, az jól kézilabdázik a homokon is? Igazából ez a tévhit lehet, hiszen nem jár a kettő együtt. Sokan azt gondolják, ugye, hogy az NB1-es játékosok az igazából jobban stand kézilabdáznak, mint a alacsonyabb osztályban játszók, ez abszolút nem így van. Tehát nagyon sok játékos másod-harmad osztályból kerül be a vállalatottakba, és tud eredményes játékot játszani. A két sporta teljesen különbözik egymástól. A labda ugyanúgy megvan, ugye a kapu ugyanúgy megvan, kapusok megvannak, de teljesen más dolgok szükségesek ebben a játékban, mint a terem kézilabdában. Közben egy hibát láthatunk, Rovnyai Marian volt, aki kicsit elkapkodta ezt a paszt, még nem járt ott. Éppen arra fele. Most a harmadik pillanat is kipróbálja most a Janó, ugye a Marian, aki azt kell tudni egyébként, hogy a Rovnyai Marian a Grózi Janó felesége, tehát ők házaspár, ez házaspárt alkotnak. Kíváncsi vagyok, hogy most ebből mi fog kisülni. Hát majd ezt otthon megbeszélik este, leülnek egy kávével és megbeszélik, hogy is volt ez a passz. Igen, szerintem azért közben nézzük, Grósz Kitti a bal szélen, és a kapufa megint rossz helyen volt, továbbra is 8-6 az Ágrábnak. Grósz Kitti lövésénél a külső kapufát találta el. Mindenképpen a Győri Ági teljesítményét dicséri a mindössze 8 kapott gól, és hát egyben sajnos a Szentendrei lányok támadás kritikája, hogy kevés gólt tudnak szerezni. És újra kapuba talált az ágrábiak bal szélsője, Kelava, szép előtte ki a hosszú jobb felső sarkot. Kretz, Fehér, Gróz, próbáljuk gyorsan járatni a labdát és próbáljuk megtalálni a folyosót. Meg is volt a folyosó, Fehér megpörgött és 10-8-ra feljövünk. Szépen visszalőtte Marisa sarokba a labdát, ez egy fontos gól volt. Így van, kettővel vezettek az ágrábiak és kevesebb mint 4 perc van vissza a mérkőzésből. Amennyiben bekövetkezzen az a dolog, amiről még véletlenül sem szeretném, hogy bekövetkezzen, tehát hogy nyer az Ágráb, akkor 2-0-ra megnyerik a finálét. Amennyiben a Szentendre tudja hozni ezt a fél időt, akkor pedig szétlövés lesz majd. Most újra 4 van közte, 12-8 a Detonónak. Mindenféleképpen meg lehetne próbálni azt a Szentendrének. Azt gondolom, hogy eddig a beálló játékos nem lőtt még kapura a mérkőzésen. Meg lehetne próbálni csak azt, hogy megnézni, hogy ő hogyan tud középre vonalról ezt álló helyzetből, forgásból gólt lőni. Ezáltal egy kicsit megnyitna a védekezést.
Közben Krec Fruzsina hibázott 100%-os Zicserben, és nehogy ez sorsdöntő legyen, hiszen 4 van közte. Ha most a detonó gólt lő, akkor 6 lesz közte, és akkor azért már az egy lélektani hátrány, és nem csak eredményben nagyobb a különbség, igen, hanem lélektanilag is. Igen, időkérésre adhat majd okot. Babun ez... be is lövi. Az idő közeleg is, én azt gondolom, tehát a Kittinek kéne most viccet talán többet bevállalnia. Időkérés meg is jött. Én a Jano helyében nem mintha okoskodnék, de mindenféleképpen, ahogy előbb is mondtam, megpróbálnám picit megnyitni a védekezést, és a libero felé picit megléptetni a védekezést, a két szélsőt ugye jobb helyezkedéssel, oldalazással fedezni, és a beálló játékost meglövetni. Szerintem a Győri Ági le tudná simán oktatni. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy jó fegyver lehetne. Kíváncsi, hogy Jano most milyen fegyvert fog ezzel ellen bevetni. Érezte, hogy róla beszélsz, ugyanis kimosolygott ide. De rá szerintem érezte, hogy most valamit tőle várunk, valami jó teljesítményt. Igen, neki muszáj lesz most hoznia, tehát mindenféleképpen ebben a hátralévő bő két percben neki legalább egy 2-3 lövést muszáj lesz védenie. Na nézzük tehát Szentendrei támadás, mínusz 6-nál 14-8-as horvát vezetéstél egész pontosan. Hajrá Szentendrei lányok! Fehér, ott volt a folyosó, ott az emelés, gyönyörű két pontos a forgás után, Fehér Mária találatával 14-10, na és akkor most lesz szükség arra az első győri ági bravúra, amiről beszéltél. Igen, az előbb. Igen, azt gondolom, hogy most el is fog következni. Babun, Kelava, hát a jobb oldalra, aztán most a bal oldalt is, megpróbálják. Így is van, megpróbálkozott Tomasics egy lövéssel, Győri Ági nagyot védett. Egyelőre úgy alakul minden, ahogy említetted. Hát reméljük, hogy a proféta beszélt belőled egy fél perccel ezelőtt. Most Roszkiti gólyával fogunk. Mindegy, csak valaki lőjön. Ezért nem ment be, azt mondtad, hogy a Roszkiti gólyával, és nem ő kapta, de ezért nem ment be. Ezért hát, nem ment be szerintem. Most rosszul tippeltem, de most újra Győri Ági védéssel. Eső nyílik a közelebb zárkozásra. Tomasics. Babun, Tomasics, egy pontos, Győriben elakad. És Moskár igazából azért, hogy nem volt meg előbb a két pontos, de most benn van 14-12. Moskár érte, az előbbi bement volna, akkor most már regálnál tartanánk. Még nincs de vége, ami késik, nem végét, múlik, és még van vissza végét. egy perc. Ha most kivédekezzük és kiegyenlítünk, akkor még minden nyílt lehet. De ezt most ki kéne védekeznünk? Babun, kitett labda bal oldalra. Babun, kiejti. Bizonytalanság, szeretném látni passzítás. Most már a játékvezetők kezét, elég sokáig támadhattak. Hatalmas Győri Ági védés, legyen meg az a labda. Jól van, nyugi, most nem kell kapkodni. Nem volt láb, ahogy reklamálják a Zágrábi barátainkat lehet jól lesz, ha fölrakják minél előbb a buszra, mert eléggé hőzöngenek innen a nézőtéren. Na nézzük, Fehér, gól! Úgy van, 14-14, van vissza fél perc, és támadhatnak a horvátok. Időt fog kérni. Hát az előbb is ilyen idegtépő hajránk volt, utolsó percünk volt, és hát most is, ha most gólt lőnek, akkor nem biztos, hogy lesz időnk, hogy egyenlítsünk. Jó lenne kivédekezni, és most időt kér. Rutinosan megvártam, amíg 14 másodperc. Mindenféleképpen fontos az edző szempontjából is, hogy ugye nem szabad rögtön, nem szabad az időt túl korán sem kikérni, és túl későn sem kikérni. Fontos az, hogy megvárni, amíg ugye a csapat támadásba hozza a labdát, 2-3 általános után a passzív jelzés előtt kikérni az időt, hogy akkor ez a veszély ne álljon föl, és higgadtan átbeszélni ilyenkor mi a teendő. Én azt gondolom, hogy most ugye a Győri Ági elkapta a fonalat, és zsinóban ugye védett 3 lövést, és tudott gólt is szerezni, ezáltal megadta a lökést a csapatnak. Remélem, hogy ez a lendület kitart, és meg tudjuk nyerni ezt a fontos szettet, és a szétlövésen pedig magyar győzelmet ünnepelhetünk. Hát bízunk benne, hogy így lesz, kedves nézőink. 14-14-es állástál, 14 másodperc van vissza, hogy az előbb a Zoli említette. Nem mindegy, hogy mikor kér egy edzőidőt, úgy gondolom, hogy jó időbe kért edzőt, hiszen 14 másodpercnél lehet, van idő még támadni, van idő bemutatni a figurát. A védekező csapat szempontjából ilyenkor ugye fontos a jó védekezés. Nem tudom, hogy az előbb első szett végén is beszéltünk, hogy ilyenkor mi a célszerű védekezés, akkor egyel többen voltunk, most ugyanannyian vagyunk, ilyenkor célszerűben maradnia, de mindjárt kiderül, igen, most már ne is okoskodjunk ebből, hiszen itt most látni kell, nézni kell, és meg kell állítanunk valahogy az Ágrábot. Hatalmas védés, ki a labda, és nem a milyen kalabda, Babun, úgy van, hatalmas újabb Győri Ági vég, és megint aranygól lesz. Szenzációs mérkőzés, kedves nézőink! Hát úgy gondolom, aki ezt a döntőt választotta, az nem csalódott a strand kézilabdában. Igen, nem járt rosszul.
És ebből is látszik az abban a sportákban, hatalmas igazság, hogy de bár minden labdás játékban, ahol ugye kapus szerepel nagyon-nagyon fontos, rendkívül fontos, hogy a kapus hogyan tud a meccsen teljesíteni. Ezt a szetet az Ági hozta. És legyen meg, miénk a labda. Az előbb az aranygólnál szintén nálunk volt a labda, és nem éltünk a lehetőséggel, most nem szabad hibáznunk. Ebből a támadásból gólt kell szereznünk, nem szabad kísértenünk a sorsot azzal, hogy a horvátokhoz kerüljön a labda, gólt kell lőnünk, kitett labda, Tóth Emese lőtt be, és a kapufár, és benn van, benn volt, egy pontos, de bent volt, pont levágódott, és a vonalon belül volt. Kicsit hajmeresztő volt Tóth Emese találata, de az a lényeg, hogy megvan, 15-14-re megnyerte a Szentendre, következhet tehát a szétlövés, a horvátok most se hiszik el egyébként, hogy benn volt ez a gól. Necces hát, volt, necces volt, így van, az egyik, hogy a játékvezető bent látta. Egyébként szerintem is benn volt a lap teljes teredemével, nem úgy, mint a Lampard lövésénél a futballvilágbajnokságon, ugye már. Nem akartam szóba hozni ezt a témát, mondom a foci világbajnokságot, de ha már szóba hoztad, akkor igen, mondhatjuk, volt ott nem csak ugye a Lampardnak, volt másik, ugye gól is, szintén amelyik, hogy másik találtam, amelyik szintén bent volt és belülről jött ki, szóval ez a foci világbajnokságon a játékvezetők nem igazán voltak a helyzet magaslatán, tehát ott nem csak egyszeri eset volt. Hát igen. Itt bent látták, bízunk benne, hogy bent is volt, illetve nekünk már mindegy, hogy bent volt, vagy mit bízunk. Ez az a lényeg, hogy bent volt, nekünk ez a lényeg, ez igen, már történelem, így van. Azt gondolom, hogy Győri Ági védéseivel a szétlövésben ezt a harmadik játékrészt a magyar csapat abszolút tudja, és szerintem a magyar győzelemmel körülhetünk majd a végén. Zoli, te lezsíroztad egyébként ezt a finálét, már hogy ez így fog alakulni? Mert amikor leültünk, azt mondtad, hogy szeretnél látni egy szétlövést, és hát most így meglett a szétlövés. Igen, szeretném követni Vártok Ákos kollégám és edzőtársam példáját, aki ugye a 2008-as ifjúsági bajnokságon volt ugye szakkommentátor, amikor mi játszottuk a döntőt a szerbekkel, és ugye visszanéztem a döntőt videófelvét alapján, ugye a Balasportnak köszönhetően, ugyebár, és hát ott is ugye az Ákos gyakorlatilag minden jelenet előtt megtippelt, mi lesz a vég kimenetel. Hát szerintem mindig eltalált, úgyhogy én is mondtam neki, hogy Ákos lottozott kéne, hogy legközelebb, hogy ha ilyen szerencséd van, akkor ott gyakorlatilag ott is akár gazdag ember lehetnél. De hát szerintem ő így is elég sikeres emberek mondható. Szétlövés, mit kell erről tudni? Gyorsan két mondatban, hiszen már következik az első. Öt lövőjátékos, kapus indít, ugye megpróbál kettes gólt elérni. Zágrábia kezdik, Kelava megkapja, forog, Győri Ági egy ejtés, bent van. 2-0 tehát a zágrábiaknak, és akkor most ugye jön a Szentendre csapata, tehát ez felváltva történik. Így van, tehát felváltva jön, csapat. Mint a labdarúgásban is ugye a büntető párba, ez is egy büntető párbajnak lehet felfogni, most egy átlagos lendületből. Hát ez így magyarul beleviszi igazából az izgalmat, izgalmas, amit odállunk a vonalra és szembelődünk. Így van, ez egy szerintem fantasztikus ötlet ennek a játéknak, nagyon jó kitalálták ezt a szervezők Olaszországból annak idején. Ez egy rossz indítás volt, igen. Vagy pedig egy pontotlan labda átvétel? Azt gondolom, hogy inkább rossz indítás lehetett. Tehát ugye ez amikor tudni kell, hogyha játékos kiejt a kezéből a labdát, egy homokot ér a labda, mielőtt ellőni azt, akkor az sajnos érvénytelen kísérletnek mondható. Sántadóra kapott tehát hosszú labdát Győri Ágitól, jöhetnek a zágrábiak. Győri jön remekül, és korrigálja az előző hibáját Győri Ági. Mezőnyben most megmentette azt az előbb, amit az indítástára elrontott. Hát igen, ugye mondtuk már a meccs folyamán is, és előtte is, azért ő egy hatalmas erőt adnak a csapatnak, és hatalmas kitartást, lelkesedést és becsületet. Nézzük, Krec Fruzsinát megforog, és már is egyenlítünk, 2-2. Két szett után tehát döntetlen az állás, mindkét oldalon volt egy teli találat és egy-egy hiba. Kemény párharc, de azt gondolom, hogy a magyar csapatban sokkal több a jól forgó játékos, mint a horvát csapatnál, de sok kevesen is vannak a lányok, tehát igazából ugye pont hatan vannak, úgyhogy mindenképpen mi lehetünk ezért ezonyosabb helyzetben. Ezt most Győri Ági nagyon kijött, és észrevette. Hát ez egy mázis gól volt, igen, ez a szintén is forták sajátja, ugye bár, hogyha a védők ez a kapus, ugye kiszedek abból a labdaszerzés céljából, mint az Áginál is előbb láthattuk, a lövőjátékos kapus rálőhet a kapura, és a gólt szerez, az is 2 pontot ér. Győri Ági egyébként mindig kijön minden egyes szétlövésnél, mert eddig igen, csak azt láttam. Igen, tehát igen. Sose... Megint egy újabb rossz indítás. Kijavítja, hidd el, most ezt meg fogja fogni. Némi
vita támad, de szerintem ezzel a védéssel most Ági jól teszi. A kapufa legalábbis kisegíti, jól van. Nem kellett hozzá, igen. Így van, nem kellett hozzá, bár az kellett hozzá, hogy kijöjjön és megverje próbálni az ágrábi játékos. Igen, és megremegett a játékos keze. Most Fehér Márián a sor. Így van, tehát Fehér Mária és újabb Győri Ági indítás, és az a legbosszantóbb, hogy lehet, hogy már rég megnyertük volna egyébként a szétlövést, és olyat rontottunk, hogy nem a befejezést, hanem az indítással volt gáz, itt pedig most azután viszont a befejezéssel van baj. Most, ha ez bent van, akkor vége. Igen. Az ötödik sorozatban a most lövő játékosnak egy egyes gólt kell szereznie. És akkor és a detonó a női, akkor a női EBT. Igen. Győztese. Remélyük a teher rányomja a béget és megremeg a kezük. Úgy van, ott a kapufa, jól van. Most viszont az a lényeg, hogy lőjünk egy két pontos, 4-4, és utána igazából jön már a haláljáték, mondhatjuk az talán így. Igen, hát ez most igazán, igen, ahogy mondtam, ez tényleg az idegek párharca. Tehát mindkét edző azt hiszem most ideges lehet egy picit, főleg a vége lesz ennek edző. A döntőnek szerinted ma? Mert én úgy látom, egyik csapat hibázik, akkor a másik is hibázik, az egyik belövi, a másik is belövi. Tipikus női mérkőzés, ennyit mondok. Jól van, bent van Grósz Kitti, 4-4. Jöhet akkor tehát az extra játék. Lement az első öt kör, amely döntetlen. Jön egy kis térfélcsere, és aztán utána kezdik a lányok. Itt ilyenkor hogy van? Ha az egyik csapat hibázik, akkor vége, vagy pedig akkor utána megadják még a másiknak a stanszot? Tehát nincs rögtön vége azzal, mert egy játékos hibázik. Hát igen, hogyha az első lövő játékos elhibázzak, mindenképpen a másik, a más csapat első lövőjének mindenképpen életet gólt kell szereznie. És ha nem jön be, akkor megy tovább. Akkor megy tovább, így van, szóval az első, igen, de akkor ugye így az első hibáig megy nagyjából a játék. Nézzük, mi kezdjük. Grósz Kitti. Grósz Kitti az előbb ugye szépen belőtte. Igen, rosszul jött ki neki, és ezért nem is tudott rendesen megpörögni. Most megint az a helyzet áll elő, hogy egyes gólt kell megint csak lőni a horvátoknak. Az előbb nem sikerült nekik, de ahogy látom, most a legbiztosabb kezdő játékosok fog lőni. Én ismét bízom Győri Ágit képességeiben. Itt most mi volt a baj? Rossz indítás volt, picit megint, de a kapus nagyon szépen támadta meg. Lépést reklamáltak, játékvezető azt mondta, hogy nem volt lépés, tehát a kellő lépésszám volt csak meg. Így aztán ennek köszönhetően a Detonó Zágráb csapat a szétlövésben 2-1-es összesítéssel megnyeri a nagyatádi EBT tornát. Megérdemelt a zágrábi győzelem? Megérdemelték. Nagyon szimpatikus csapat a zágrábi csapat. Látjuk, hogy ők is mennyire szeretik ezt a játékot, mennyire ülnek a győzelemnek. És egyébként azt el kell mondani, hogy tényleg a meccsek között is, amikor éppen nem játszottak, a leláton táncoltak, ugráltak, a fiúknak szorítottak. Egy rendkívül színfoltjai ennek a tornának, és szeretnék gratulálni nekik is, illetve szeretnék gratulálni a magyar csapatnak is. Így van, tehát a női döntőt, tehát a Detonó Zágráb női csapata nyerte, és hamarosan következik a férfi döntő.